Az előadásomat egy David Buckingham-től hozott idézettel kezdeném, aki a brit médiautatás egyik meghatározó figurája, és egy álhírekről szóló tanulmányában úgy fogalmazott, hogy ha a szabályozás nem tud mit kezdeni egy olyan társadalmi jelenséggel, aminek van média vonatkozása, akkor rögtön a médiaoktatásért kiállt, és a médiaoktatásban látja a megoldást. És ebben az előadásban én azt próbálom feltárni, vagy végig gondolni, hogy milyen lehetőségei és korlátai vannak a médiaoktatásnak az álhírek kezelésében, milyen tartalmi és módszertani megfontolások tehetők ezen a területen, és mindezt egy olyan tananyagcsomag bemutatásán keresztül szeretném megtenni, amit a Televelem Média Pedagógiai Egyesület, akit most egyébként ezen a fórumon képviselek, készített el ebben az évben középiskolások és felsőtagozatos diákok számára. Először azonban szeretnék megmutatni egy olyan kis filmet, egy olyan pici videót, amiből számos akad az interneten, ami megpróbál valamilyen módon reagálni az álhír jelenségre, megpróbálja azokat a legfontosabb szempontokat, kérdéseket tematizálni, amelyek a fact-checkinggel kapcsolatban megragadhatók. Here are five ways to spot fake news. Number one, look for unusual URLs. If they end with LO or .com.co, chances are they aren't legitimate news sites. Number two, dissect the layout. Look for grammatical errors, incorrect dates, bold claims with no sources, and sensationalist images. These are all red flags. Number three, dig deeper. Find out who wrote the article and who supports the site. If this information doesn't exist, or you need to register to get it, then question why. Number four, cross-check. Use fact-checking sites to confirm information and see whether other credible news outlets are reporting similar news. Number five, try a reverse image search. If the same picture appears in unrelated stories, you may have a reason to be suspicious. For more media literacy tips, visit us at commonsense.org. Azért gondoltam, hogy levetítem ezt a rövid videót, mert azt gondolom, hogy a média oktatásban a fact-checking önmagában nem fogja megoldani az álhírek jelenségét, illetve ez egy sokkal összetettebb és bonyolultabb oktatási csomagot feltételez. Ennek többek között az az oka, hogy maga a jelenség, az álhír jelenség is egy olyan összetett társadalmi jelenség, ami tulajdonképpen mondható az, hogy a média és a politika aktuális tendenciáinak a tünetjelensége. És ezen a konferencián is már nagyon sokat beszéltünk az álhír jelenségről, úgyhogy nem nagyon fogok belemenni, csak néhány olyan okot szeretnék itt újra rögzíteni, ami az álhír jelenség, illetve ennek a tömegességének a megjelenése mögött azonosítható. Az, hogy a felhasználók bekapcsolódtak a tartalom elkészítésébe és a terjesztésébe, a közösségi média ilyen módon elterjedt, a korábbi kapolyos struktúra megbomlását eredményezte. Azok a szűrő funkciók, a mainstream médiának a szűrő kapacitása és a funkciói, azok bomlottak föl. A hálózati kultúrának, a hálózatoknak, a hálózatok által biztosított terjedési sebesség is ott van azokok között, illetve nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy azok az üzleti modellek, amelyek az információ áramlásban a nagy szolgáltatók működése mögött állnak, azok támogatják az álhírek terjedését azzal, hogy ott generálnak bevételt, ahol a tartalom szenzáció hajház kattintékony. Tehát ezeknek az üzleti modelleknek a jelentőségét is valamilyen módon meg kell jeleníteni a tananyagban. Az álhírek definiálásáról is sok szó esett már ebben a szekcióban is. Én csak azt szeretném hangsúlyozni, amit az előző előadásokban is már elhangzott, az a gondolat, hogy ez egy nagyon nehezen megragadható fogalom,
Acél Petra egy 2017-es tanulmányában úgy fogalmazott, hogy közéleti és média diskurzusok relativizálható fogalma, és nem is tekinthető még tudományos szakszónak. Egy tipológiát is ide tettem erre a szlájdra azért, hogy illusztráljam azt, hogy az álhír fogalma milyen sokféle kommunikációs formában jelenhet meg. Ez egy olyan tipológia, ami az interneten az álhírgyártó vagy gyanús tartalmak kapcsán készített a szerző. Ebből is látszik, hogy mennyire sokféle tartalom érintett az álhír jelenséggel, ami ugyancsak azt jelzi, hogy ez egy összetett és bonyolult kategória. Ha mégis egy definíciót szeretnénk találni, mert az oktatás során is jó az, hogyha van egy ilyen nagyon jól megragadható kiinduló pontunk, akkor én ezt a definíciót választottam, aminek három elemére hívnám fel a figyelmét. Tehát egyrészt egy olyan közlés, amely szándékait tekintve és igazolhatóan hamis, tehát egy valótlan hamis közlés, illetve félrevezetheti a befogadót. Tehát a szándék, a hamisság, illetve a félrevezetés. Ez a három elem. Az álhír jelensége azonban nem pusztán kibocsátói jelenség, hanem befolyással van a hatására a befogadói oldal is, ugyanis a befogadónak az értelmi képessége, az érzelmi viszonyulása, az azonosulása, a visszajelzései befolyással vannak a megtévesztő interakcióra, a megtévesztő kommunikációra. Éppen ezért, ha a befogadói oldalnak a megtámogatása, a befogadói kompetenciák fejlesztése részben megoldást adhat arra, hogy harcoljunk az álhírek ellen. Nagyon röviden arról, hogy melyek azok a fejlesztési területek, melyek azok a pillérek, amelyek a médiaoktatásban megjelenhetnek az álhírekkel szembeni felvértezés körében. Ezek az elemek részben a tapasztalatok alapján leszűrt elemek, a tananyagfejlesztés során a tapasztalatok alapján, illetve a szakirodalom feldolgozása alapján leszűrt elemek voltak. Az első nagy kategória a több forrásból való tájékozódás igénye, ami egy attitűdformálás, ami egy hosszú távú folyamat, nyilván nem oldható meg néhány órán keresztül, hanem egy sokkal hosszabb távú fejlesztés eredménye lehet. Ezt egyébként a James Potter kategóriái közül válogatunk, akkor a személyes lókusz, tehát a személyes motor, a személyes motiváció területéhez kapcsolnám. A második nagy elem, a második nagy pillér az úgynevezett news literacy, tehát a hírműveltségnek a fejlesztése. Itt a hírműfajról, a hírgyártás folyamatáról, illetve a minőségi újságírás standardjairól kell tanítani a gyerekeknek ahhoz, hogy kellő alapjuk legyen a különböző tartalmak hitelességének és megbízhatóságának megítélése területén. A harmadik nagy terület a kritikai befogadás, illetve a szűrési kompetenciák fejlesztése. Ez szükséges ahhoz, hogy megfelelő skillekkel rendelkezzenek a gyerekek a hitelesség és a megbízhatóság megítéléséhez. Itt tanítjuk meg nekik azokat a tényellenőrzés szempontokat, kérdéseket, amelyeket egy-egy médiaszöveg befogadása során, értelmezése során fel kell tenniük. Manipulációs technikákat tanítunk, és olyan eszközöket, amelyek a befolyásolást célozzák. És a negyedik nagy elem a digitális média működéséről tanítunk a gyerekeknek. Megtanítjuk természetesen az ő befogadási képességeik és értelmi szintjüknek megfelelően azokat az üzleti modelleket, amelyek a digitális média működése mögött állnak. Például olyan jelenségekről tanítunk nekik, mint a személyre szabott algoritmus alapú információáramlás, vagy a szűrőbuborék jelensége. Milyen nehézségek azonosíthatók ezen a területen?
Az első az, hogy a kritikai média műveltség fejlesztése a kritikai gondolkodás fejlesztésébe ágyazódik, ami egy hosszú távú folyamat és nem egy órán megoldható fejlesztés, az egész oktatási rendet érinti. Tehát egy olyan oktatási környezetben, ahol ez integráltan megjelenik az egész rendszerben, ott sokkal egyszerűbb a kritikai média műveltség bevezetése is. Egy olyan rendszerben, aminek nem feltétlenül ez a fókusza, egy olyan iskola rendszernek, aminek nem feltétlenül ez a fókusza, hogy sokkal nehezebb a kritikai média műveltséget is tanítani. A fact-checking tanítás módszertani nehézségei, majd a példa egy kicsit világosabbá fogja tenni ezt a nehézséget. Az alapja az, hogy a média oktatás alapvetően a dolgoknak, a társadalmi jelenségeknek a média reprezentációjával foglalkozik. A fact-checking tanításnál pedig olyan dolgokról is kell tanítanunk a gyerekeknek, ami nem a média oktatás tárgya, hanem mondjuk a biológia, a fizika, ahogy itt az előző előadásokban is már hallottuk, hogy nem vegyjel, hanem képlet. Tehát olyan témakörök kerülnek elő, ami nem a média oktatás klasszikus területei voltak ez idáig. De mindjárt mutatok rá példát. Attitűdformálásra van szükség, ami ugyancsak egy hosszú távú folyamat, tehát nem képzelhető el csak néhány óra keretében, hanem szisztematikus fejlesztés eredményeként lehet mondjuk elérni azt, hogy igény alakuljon ki a sokféle forrás használatára a tájékozódás során. Illetve nagyon oda kell figyelni az általános bizalomvesztés veszélyére. Ugye a tanítás az arról szól, hogy ne higgyel semmit, kérdezz rá, milyen kérdéseket kell feltenni. Ugyanakkor egyensúlyozni kell, mert nem szeretnénk azt sem, hogyha egy ilyen általános nihilbe kerüljenek a gyerekek, ugyanis ez az összeesküvés elméletek melegágya lenne. Tehát azt is el kell kerülni, hogy ez az állapot álljon elő. Egy ilyen egyensúlyozásra van szükség ezen a területen. A Televele Egyesület több ilyen csomagot fejlesztett már, ez kifejezetten ez a mostani csomagunk a kritikai média műveltség fejlesztését célozza. Ahogy említettem már felsősöknek és középiskolásoknak, két csomagot készítettünk, és a OSF támogatta a program megvalósulását. Nagyon röviden arról, hogy milyen témakörök szerepelnek ebben a csomagban. Ez a csomag még nem teljesen fedi le azokat a témaköröket, amiket az előbb a pilléreknél elmondtam. A kritikai befogadás, a tényellenőrzés, a digitális média működésének bizonyos szempontjai, aspektusai megjelennek benne. Erőteljes benne a digitális eszközhasználat, a feladatok nagy része tableten zajlik, illetve a digitális média szövegalkotás is. Nem fogom bemutatni az egész programot, három feladatot szeretnék egy picit mélyebben ismertetni. Az első egy fact-checking gyakorlat, amit a felső tagozatos programcsomagban helyeztünk el. Itt egy képről kell, illetve a képhez tartozó hírről kell a gyerekeknek eldönteni, hogy ez a hír, ez egy valós hír, vagy egy manipulált tartalomról van szó. Egy olyan hírt kellett választanunk, ami igazodik a gyerekek érdeklődési köréhez, befogadási képességeihez. Ez egy tweet volt, 2015-ben jelent meg, azzal a szöveggel, hogy végül ez a harkály, akinek a hátán utazott ez a mennyét, ez megmenekült. Ez nagyon gyorsan elterjedt a közösségi médiában, Magyarországon is, és a mainstream médiában is megjelent, az RTL klubnak a híradójában is hírt adtak erről a hírről. A gyerekek először ezt a képet látják, és elkezdünk velük beszélgetni erről a képről, majd feltesszük nekik azt a kérdést, hogy szerintük ez egy valós vagy egy manipulált hír. Majd ezután kis csoportba szerveződnek, és kis csoportban zajlik egy nyomozás a hír különböző aspektusai mentén, és a kis csoportok egy információs csomagot kapnak. Ezen nagyon sokat gondolkodtunk, hogy engedjük-e a szabad keresést az interneten, vagy pedig egy előkészített információs csomagból dolgozzanak a gyerekek, de végül is arra jutottunk, hogy meghaladná az időkeretet, illetve nagyon
ki a kereteket föl lazítaná az, hogyha megengednénk, hogy, vagy lehetőséget biztosítanánk arra, hogy szabadon keressenek. Itt az a cél, ennek a gyakorlatnak az a célja, hogy azokat az információkat dolgozzák föl, amik relevánsak a különböző szempontok megítélése kapcsán. Az első kis csoport az élőhely és a testi adottságok szempontját kapja. Ehhez kapnak dokumentumokat, ezeket kell feldolgozniuk, és ez alapján eldönteni, hogy egyáltalán van-e lehetőség arra, hogy ezek az állatok találkozzanak a valóságban, elbírja-e a harkája mennyit. Tehát olyan kérdéseket kell végig gondolniuk, ami valóban nem a média oktatás része, hanem sokkal inkább földrajz és biológia órán jön elő. A B csoport az életmód és a táplálékszerzés szempontját nézi végig, a C csoport az már médiaoktatási terület, a kép forrását, a forrás hitelességét, tehát a szerzőnek a kilétét járja végig. A D csoport pedig a fénykép hitelességéhez kap dokumentumokat, és ez alapján hoz döntést arról, hogy az a szempont, amit ő megvizsgált, az alapján a kép, illetve a hír, az valós vagy nem valós. És ezt követően van egy összefoglalás, a teljes osztály dönt arról az összes szempont értékelése alapján, hogy ez egy valós vagy nem valós hír volt. Ebben az esetben ez egy valós hír, tehát a hír igaz, a mennyit utazott a harkály hátán. És itt jön be az a szempont, hogy miért választottunk ki egy ilyen valós hírt. Pont azért, mert ezzel áttételesen metaszinten azt akarjuk üzenni, hogy azért nem minden hír valótlan az információs környezetben. Tehát itt jön az az elem, amit én egyensúlyozásnak mondtam, hogy itt jelenik meg az, hogy valamilyen olyan üzenetet is küldünk a gyerekeknek, hogy ez azért nem azt jelenti, hogy nem kell mindent elhinni. Ezek után beszélgetünk arról, hogy az internetes környezet milyen olyan lehetőségeket kínál, ami segíti a tényellenőrzést, és beszélgetünk arról, hogy vannak most már ilyen fact-checking oldalak. Magyar nyelven még nem jellemző sajnos, de angol nyelven is a nagyobbaknál ez már segítséget jelentett, tehát a gimnazistáknál ez már segítség. És akkor például megmutatjuk azt, hogy az egyik legnagyobb ilyen tényellenőrző oldala, a Snopes is megvizsgálta ezt a hírt, és igaznak találta. Ennek az is a jelentősége, hogy azzal szembesüljenek, vagy azt értsék meg, hogy ez nem az ő személyes korlátainak miatt van az, hogy ők nem tudják megítélni, hogy valós vagy nem valós hírekkel találkoznak, hanem hogy ez egy világjelenség, és hogy ez a világ küzd ezzel a problémával, és ilyen módon ez az órán is megjelenik. A következő, amiről szeretnék beszélni, hogy hogyan jön ebbe az órába bele a média szövegalkotás. Mi minden foglalkozást úgy építünk fel, hogy mindig legyen valamilyen média szövegalkotás, aminek célja egyrészt az, hogy a kifejező eszközöket így élményszinten, egy tapasztalati szinten tudjuk elmélyíteni, másrészt pedig lehetőséget adunk az önreflexióra, ami a médiaoktatásnak egy ilyen nagyon fontos kiemelt célja. A mémkészítést azért választottuk ebben az esetben, mert önmagában megjelentek a különböző média felületeken nagyon vicces mémek. Tehát ezeket nem mi csináltuk, ezek abban az időben jelen voltak az internetes kínálatban. Tehát adta magát, hogy akkor mémeket fogunk ezúttal csinálni a gyerekekkel. A Mematic applikációt használtuk ehhez. Megtanítottuk a gyerekeket használni, és egy ilyen gyakorlat lehetőséget ad arra is, hogy a mémről, mint műfajról beszélgessünk, illetve a mémkészítés felelősségéről, mert ugye itt nem pusztán a lehetősége van az önkifejezésnek, hanem ahhoz felelősség is társul. És akkor néhány olyan mém, amit a gyerekek készítettek ez alapján. És akkor az utolsó gyakorlat, ami már a gimnazisták csomagjából kerül ide, a digitális média működéséhez kapcsolódó gyakorlat,
az a célja, hogy a személyre szabott információ alapú, algoritmus alapú információáramlást modellezze, illetve az információs szűrőbuborék jelenségét ismertesse meg, illetve mutassa föl a gyerekeknek. Szerepjátékot találtunk ki ennek a gyakorlatnak a megvalósítására. A gyerekek 5 kis csoportban dolgoznak, 4 kis csoport egy bizonyos karaktert, karakter szerepébe bújik bele, karakterkártyákat kapnak. A karakterkártyákon a karakterek jellemzői szerepelnek, így a érdeklődési körük, az életstílusuk, milyen információfogyasztási szokásokkal, mennyire tudatosak az információfogyasztás során. A karakternek megfelelően ki kell választaniuk 4 darab posztot a ott lévő posztkártyák közül, azzal az instrukcióval, hogy válasszanak ki olyan posztokat, amelyiket szerintük a karakter kiválasztana a leírás alapján. Az 5. kis csoport az algoritmus. Az algoritmus nem látja a karaktereket, ő csak a posztokat látja, és a posztok alapján profiloz, tehát profilt készít a karakterekről, és a profil alapján a nála lévő posztkártyákból küld vissza posztokat, tehát személyre szabott információ áramlást valósít meg, és utána együtt látjuk a karakter által választott posztokat, és az algoritmus által választott posztokat. És ezután következik egy nagyon mély, alapos átbeszélése a tapasztalatoknak, a történéseknek, és ezen keresztül magyarázzuk el a gyerekeknek az algoritmusok, a személyre szabott információ áramlás mögött lévő algoritmusok működését. A program elérhető, ingyenesen letölthető a Televele honlapjáról. Az óravázlatok és az összes tanári segédanyag a multimédiás anyagokkal együtt be van csomagolva, és hozzáférhetővé tettük ezt, és szeretnénk tovább fejleszteni, mert a program még korán sem teljes. Köszönöm szépen a figyelmet!